Úgy is kezdeném, hogy Püspök atyához szeretnék kapcsolódni most elsősorban két pontban. Az egyik pont az, hogy az egyháznak van szava és van mondani valója a gazdaság területén. Ez azért annyira furcsa, mert egy keresztény ember úgy gondolja, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy a mai világban körülnézve a gazdaság egy olyan terület, ahol egy tisztességes kereszténynek nincsen keresni valója. Volt is egy ilyen esetem a plébániánkon, hogy egy nagyon tisztességes fiú, aki sokat tett a minisztránsokért, a különböző ifjúsági csoportokért, azt mondták a hívők, hogy nagyon aranyos, de milyen káró hangban dolgozik. És akkor nekem úgy gondoltam, hogy kettős misszióm van innentől fogva. Az egyik elmondani azt, hogy az egyház tanítása szerint is lehet gazdaságot csinálni. A másik pedig az, hogy az egyháznak is elmondani, hogy lehet gazdálkodni, méghozzá akkor is, hogyha az ember erényes. Nincsen távol az egyháztól ez a két dolog, sőt, akkor lesz a helyén a gazdaság, hogyha az egyház szemével tudjuk nézni, és hogyha az erkölcsöt bele tudjuk hozni. Már 1300-ban, 13. században, az 1200-as évek vége felé Aquinoi Szent Tamás, aki egy domonkos filozófus, teológus volt, írt gazdasági kérdésekről, írt a pénzről, írt az uzsorakamatról, írt a profitról, tehát ez a terület az ő számára nem volt idegen, hanem egyszerűen beleírta a Summa Theologiae című nagy művébe, hogy hogyan kell tekinteni, viszonyulni ezekhez a dolgokhoz. És csak előre mondom az előadásomat, hogy ő a jókról beszélt, az értékekről beszélt, és ezek között különböző rendet és szabályokat állapított meg, és a pénzt és a profitot jónak titulálta. Aztán volt egy másik domonkos érsek, Firenzei Szent Antonin, aki a 15. században élt, és már írt gazdasági kérdésekről Summa Moralis című művében, ugye az erkölcsöknek a szumája, az erkölcsökről szóló tanítás, és ez is gazdasági kérdésekről szól, és itt egészen meglepetésünkre az örök életet és a profitot összekapcsolta. Azt mondta, hogyha a profit erkölcsös dolgokat szolgál, és az ember javát szolgálja, és erényes dolgokkal van kapcsolatosan, akkor ez az ember örök életét elősegíti. Tehát ahogy most itt Püspök atya említette, hogy az egyháznak is van joga a gazdálkodásra és létjogosultsága, ugyanúgy már a 15. században megírták azt, hogy igenis az anyagi javaknak eszköz szerepük van abban, hogy az embert kibontakoztassa erkölcsi téren. És aztán még egy példát szeretnék mondani, hogy mennyire az egyház beleszól, nem az, hogy beleszól, hanem véleményt alkot és javaslatokat alkot a gazdasági társadalmi életre. Ez az a kis könyvecske, amit Püspök atya mutatott először, a 13. Leó pápának a Rerum Novarum kezdetű enciklikája, amivel az egyház társadalmi tanítása indul. Ez a mű a 19. század végén akkor született, amikor óriási volt a kizsákmányolás, tehát gazdasági kérdés. A munkások és a tőkések között kialakult a Marx szájából vett antagonisztikus ellentét. És gyakorlatilag ő ezt a munkás kérdést írta meg ebben a művében. De ugyanebben a században Marx Károly és Engels Frigyes megírta a kommunista kiáltványt is, és ők is valamiféle megoldást javasoltak a munkás és tőkés kizsákmányolásán kérdésére, az ellentét kérdésére, és ebből született a kommunista ideológia, ebből született a szocialista tapasztalat, mert ők a gyűlöletre alapoztak. Tehát ők azt mondták, hogy a tőkés és a munkás kérdés a gyűlölet alapján oldódjon meg, a munkások alkossanak a proletár diktatúrát, semmisítsék meg a tőkés osztályt, és így egy ilyen gyűlölet alapján hozzanak létre egy szerveződést, egy struktúrát. Most ugyanerre a kérdésre az egyháznak gyökeresen ellentétes válasza volt ugyanebben a korszakban, mert 13. Leó pápa a Rerum Novarumban azt írja, hogy a munkások és a tőkések szövetkezzenek össze, alkossanak egy úgynevezett hivatásrendet, ez volt a neve annak a
az egyesületnek, szervezetnek, amit ő javasolt. Ez nem más, mint egy szakma szerint alakuló egyesület, tehát tudom én, a vaskohászoknak a hivatásegylete, a textilgyárosoknak a hivatásegylete. Tehát szakmák szerint csoportosuljanak a munkások és a tőkések, és itt egy dialógus útján, vagy tárgyalás útján oldják meg ezt az ellentétet egymás között. Hogy ez nem utópia, és nem egy végből vett idea, ez mutatja a mai közgazdaságtan, mert ha megnézzük a mai szervezet szociológiát, szervezet elméleteket, akkor itt pontosan mostani, és nem csak keresztény, de jóindulatú közgazdászok javasolják azt, hogy egy szervezetben legyen lapos a hierarchia, tehát legyenek csoportok, és ezek ne álljanak szöges ellentétben a vezetéssel, hanem a vezetők és a munkások együttműködve dolgozzák ki a szervezetnek a működését. Tehát ezt a mai szervezet szociológia, ami 13. Leo a Rerum Novarumban javasolt, alkalmazza. Tehát az egyház igenis megvan a létjogosultsága ezekben a kérdésekben, igenis tud olyanokat javasolni, ami teljesen használható, és ezért az embernek óriási felelőssége van arra, hogy tegye is ezeket a javaslatokat, és a keresztényi mi voltját élje meg. Most ehhez szeretnék mindjárt egy levezetést tenni, és szintén Püspök atyához kapcsolódva az ember szerepéről a gazdaságban, hogy így gyakorlatilag kétféle, hát úgynevezett paradigmát, tehát gondolkodási rendszert láthatunk a gazdaságról. A baloldali ábra az az úgynevezett haszonközpontú paradigmáról szól. A paradigma annyit jelent, hogy egy nagy gondolkodási rendszer, vagy egy nagy rendszeren van, amin alapszik a gazdasági gondolkodás, és a két paradigma között olyan óriási különbség van, hogy egészen alapjaiban változik meg a gondolkodási rendszer ahhoz, hogy az egyik paradigmából eljussunk a másik paradigmába. Tehát nagy gondolkodási rendszerről van szó, ami gyökeresen eltér egymástól, és óriási nagy erőfeszítéseket kell tenni ahhoz, hogy az egyikből átjussunk a másikra, alapokat kell megváltoztatni. Most ezt az úgynevezett haszonközpontú paradigmát éljük a gazdaságban, amikor a gazdaságnak a célja, egészen leegyszerűsítve, a pénznek a fölhalmozása. Tehát minél több profitot szeretnének elérni a gazdasági szervezetek, ezt gondolják a gazdasági élet végső céljának. Ebben a rendszerben is van helye az erkölcsnek, hiszen különböző tévében, rádióban, újságokban olvashatunk erkölcsi tényezőkről ebben a gazdasági rendben. Csak az a helyzet, hogy az erkölcsnek ebben a rendben eszköz szerepe van, tehát akár el is tűnhet. Itt az előbb szó volt a Volkswagennek az esetéről, ugye a Volkswagen nagy botrányt kavart, biztos mindenki hallott róla, és visszavezethető a Volkswagen botránya egy erkölcsi problémára, hogy meghamisították azt a szoftvert, amivel a kibocsátást lehetett ellenőrizni. Tehát azt láthatjuk, hogy egy erkölcsi tett, egy erkölcsi hiány több 100 milliárd eurós veszteséget okozott egy vállalatnak, és ez szóval gyűrűzött az egész világon, tulajdonképpen Amerikában is lehetett a nyomát érzékelni ennek a botránynak. Tehát ebben az esetben azt láthattuk, hogy a Volkswagen számára az erkölcsi tényező egy eszköz volt, és elhagyta. Mert a profit maximalizálásnak a céljában a tisztességességnek a tényezőjét úgy gondolta, hogy ez elhagyható. Csak aztán ugye kiderült, hogy mégsem, mert jött a lebukás. Tehát ebben a haszonközpontú rendszerben az erkölcs az igazából csak egy eszköze a gazdasági célok elérésének, és el is hagyható. Most, hogyha átváltunk egy másik paradigmába, amit az egyház javasol, és az egyház társadalmi tanítása ír le, és úgy nevezzük, hogy erényetikai paradigma, ebben a paradigmában az emberek erényesen tudnak gondolkodni, erényes az értékrendjük, és rajtuk múlik az egész gazdasági rendszer,
itt más a viszony az erkölcs és a gazdaság között. Itt azt mondhatjuk, hogy az erkölcs mint egy keretezi a gazdaságot. Tehát nem tudok erkölcs nélkül gazdasági aktust végezni, mert ha például a gazdaság helyébe gondolom a pénzügyeket, és keretezi az erkölcs, mondjuk a tisztességesség, meg a mértékletesség, meg az igazságosság, akkor azt mondom, hogy én a pénzügyeket csak erkölcsös módon, tehát tisztességesen, mértékletesen és igazságosan kell, hogy üzzem. És ennek a rendszernek a tetején ott van egy végső cél is, ami ugye egy keresztény gondolkodásmódban az Isten. Tehát fölmutat egy végső célra ez az egész rendszer. Tehát a gazdaságom, mint ahogy mondtam Firenzei Szent Antoninnál, szolgálja az Istennek a végső célértékét. Tehát ez a gazdaságnak a végső célja. Ezt is majd jobban még el fogom mondani. Azt mondtam, hogy nagyon fontos meghatároznom azt, hogy a gazdaság és az ember viszonyában egy gazdasági struktúra, egy gazdasági rendszer, és ha annak az eleme az egyén, az ember, ebben a viszonyban melyik az elsődleges. Mert hogyha megint a mostani gazdasági gondolkodást nézem, és azt mondom, hogy a gazdasági rendszer az első, tehát a piaci mechanizmusok határozzák meg a gazdasági életet, a profit maximalizálás szabálya határozza meg a gazdasági életet, és gazdasági rendek, gazdasági törvényszerűségek határozzák meg az életet, ott valóban az van, amit előbb Püspök atyától hallottunk, hogy az ember nem más, mint egy eszköz, egy munkaerő, egy erőforrás, amelyik szolgálja ezeket az anyagi gazdasági érdekeket. De hogyha azt mondom, hogy az ember az első, és nem a struktúra, akkor megint egy egész más elrendezésre érek, mert akkor ki tudom mondani, hogy az ember meg tudja változtatni a struktúrát. És ez a nagy kérdés, hogy akkor melyik az első. Ha megint nézzük a tudományos értekezéseket, akkor különböző eredményre jutunk. Eljuthatunk a pszichológia területén arra, hogy először azt mondom, hogy a struktúra az elsődleges. Az 1950-es évek során volt egy pszichológiai irányzat, aminek az a neve, hogy behaviorizmus. Ez annyit jelent, hogy azt mondta az a pszichológiai irány, hogy az embert a környezete befolyásolja. Tehát az ember egy fekete doboz, és a bemenő ingerek és a kimenő ingerek határozzák meg, hogy mi van a fekete dobozban. Tehát az ember nem egy önálló lény, hanem meghatározódik a rendszer által, a környezete által. És nagyon sok pszichológiai cikk jelent meg arról, hogy a csoportnyomás az tulajdonképpen elsődleges. Gondoljunk például az agymosásokra, a kommunista rendszer agymosásaira, a fasizmus agymosásaira. Tehát ez a pszichológiai irány azt mondta, hogy ebbe bele kell törődni, a csoportnyomás az elsődleges, és ami a csoportban van, az lesz az emberben is. Ez a végső meghatározója az embernek. Aztán jött egy másik pszichológiai irányzat, ugye a 60-as évek végén, 60-as évek derekán, aminek az volt a neve, hogy humanisztikus pszichológia, lehet, hogy ismerik Carl Rogersnek, meg Abraham Maslownak a nevét. És ezen a humanisztikus, tehát emberközpontú pszichológiai irányzaton belül volt egy kisebb irányzat, aminek angolul ez a neve, hogy Self-Determination Theory, annyit jelent, hogy önmeghatározás elmélet. Egy Ryan meg egy Deci nevezetű pszichológusok a képviselői ennek az irányzatnak, és ők azt mondták, hogy az ember végső meghatározója önnön maga. Tehát nem a fekete doboz az ember, nem a környezet határozza meg, hanem saját maga határozza meg, mert az emberben van egy belső motiváció, ami független a környezetétől, független az őt meghatározó, tehát az őt körülvevő környezettől. Az ember saját maga végső fóruma, és ezt megerősítette II. János pápa,
egy 1984-es dokumentumával, aminek az elve, hogy rekonciliáció, egy pönitencia. Ő itt a bűnnek a struktúráiról ír, Szent II. János Pál pápa, mert azt mondja, hogy a bűn is struktúrában, tehát rendszerben terjed, és az ember könnyen belesodródik ebbe a rendszerbe, hogyha nem vigyáz. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy hát én nem tettek róla, mert a környezetem ezt meg azt meg amazt csinálta, én nem akartam, de ezt csinálta a szomszédom meg a szomszédasszonyom, hát így én is csinálom. És akkor azt írja a pápa, hogy te, igen, van a bűn struktúrája, de nem ez a végső meghatározó, hanem az egyén, hiszen az egyén szabad, és az egyén felelős. Tehát visszavezeti az ember szabadságára, és az ember felelősségére azt, hogy ő a meghatározó, és akár ellen is tud állni ennek a bűn struktúrának, sőt, akár meg is tudja változtatni a bűn struktúráit. És ugyanebben a könyvben írja a második Jánoszt Pál pápa, hogy az erénynek is vannak struktúrái. Tehát nem csak a rossz terjed rendszerben, hanem a jó is terjed rendszerben, és az ember igenis képes megváltoztatni a környezetét, és képes ezt a jót megvalósítani magában, hiszen a szabadsága feljogosítja arra, hogy ő úgy tud cselekedni, ahogy a végső soron bele van írva, hogy hajlama van elsősorban a jóra. Mert a természettörvény, megint Aquilói Szent Tamás írja le, ezt mondja ki, hogy az embernek az elsődleges hajlama a jóra való, és a társas életre való, és ehhez a jóhoz igenis vissza tud térni, hiába rontja meg őt az eredeti bűnnek a sebzettsége. Tehát, hogyha eljutottunk ide, hogy az ember az első, a gazdasági rend és az ember viszonyában, akkor oda is el tudunk jutni, hogy ki tudjuk mondani, hogy a végső meghatározó az egyén, aki állandó kölcsönhatásban áll a struktúrával. Tehát ne felejtjük el, hogy a struktúra, a rend mindig visszahat ránk, de ez csak egy visszahatás, az elsődleges tényező mi vagyunk. Akkor azt mondhatom, hogy ha változtatni akarok ezen a rendszeren, akkor az emberem múlik, tehát egy más emberi értékrend, egy nem haszonközpontú, nem egy profit maximalizálós emberi értékrend, egy más gazdasági rendet tud megvalósítani. Tehát képesek vagyunk egy nem olyan gazdasági rendszert megélni és megalkotni, mint amit most magunk körül látunk. Egy újabb elméletet szeretnék most ide bevezetni, ehhez a továbbfűzve ezt a gondolatot, hogy a világban láthatók értékek, ugye mi is valamilyen értékeket megélünk, és ezek az értékek különbözők. Vannak anyagi értékek, vannak eszmei értékek, vannak erkölcsi értékek. Most már a klasszikus görög filozófia, tehát Arisztotelész, Pláton, Szókratész, stb. Meglátták azt, hogy ezeknek az értékeknek van egy hierarchikus rendjük, tehát nem egyforma nagyságrendűek ezek az értékek, és azt mondták, hogy a materiális világ, tehát az anyagi világ a legalsó szintje ennek az érték hierarchiának, a legalul van. És utána jönnek a vegetatív, érzékelést jelentő értékek, és a legmagasabb rendű értékek az intellektuális, tehát az észbeli, gondolkodásbeli értékek és az erkölcsi értékek. Tehát már Arisztotelész itt kimondták, hogy az erkölcsi értékek a legmagasabb szintű értékek. És Aquilói Szent Tamás ugyanezt kimondta, méghozzá úgy, hogy három ilyen értékcsoportot, vagy jó csoportot határozott meg. Az egyik ilyen jó csoportot hasznos jóknak nevezte el. Ezek nem mások, mint az anyagi javak, anyagi jószágok, és ezekre azt mondta, hogy ezek eszközök. Tehát ez a kulcsa az egész új gazdasági gondolkodásnak. Az anyagi javak eszközök, nem célok, mint ahogy a fogyasztói társadalomban látjuk, hogy mindenki egyre több tévét akar, meg egyre több okostelefont akar, meg egyre több kocsit akar. Nem ezek a célok ebben az új gazdasági gondolkodásban. Itt az anyagi javak azok eszközök. Tehát eszközök valami másra, mire eszközök? Arra eszközök, hogy létrehozzanak, támogassanak valami másik jót, és ez az erkölcsi jó, ez az erkölcsi javaknak a csoportja, a nagy lelkűségnek,
a tisztességnek, az igazságosságnak, stb. Tehát ezeknek az értékeknek a csoportja. És azt mondja a Szent Tamás, hogy ezek az erkölcsi jók prioritást, tehát elsőbséget élveznek minden más jó fölött. És aztán vannak a gyönyörködtető javak, ezek a kellemes csoportok, ezek kísérik tulajdonképpen az erkölcsi jót, meg a hasznos jót. Tehát hogyha ez az értékrendem, ha ilyen értékrend alapján tudok élni, hogy az erkölcsi jó az elsődleges, és a hasznos, az anyagi javak azok eszközök számomra, akkor létre tudok hozni egy új típusú gazdasági struktúrát, felállást, amit háromdimenziós gazdaságnak nevezhetnék. Itt az első két dimenzió az anyagi javaknak a dimenziója. És ezek tulajdonképpen a szűkember gazdasági javak. Ilyen a tőke, a pénz, a marketing, és itt van a profit. Tehát ugye a haszonközpontú a mai világban a profit cél. Minél több profitot akarok elérni, annál boldogabb leszek, mondja a mai paradigma. Ez az új gondolkodás, ahol az ember alany, és ahol az embernek az előbb vázolt értékrendje van, a profitot az eszközök közé szorítja, és akkor, amit mondtam az elején, hogy a gondolkodóinkat, Firenzei Szent Antoninek Tamás mondja, hogy jó a profit, de ha eszköz. És ez a szűkkelmet gazdasági csoport elő kell, hogy segítse a harmadik dimenzió javait, amelyek az erkölcsi jóval írhatók le, ezek az értékek, a közjó, a bizalom, igazságosság, szolidaritás, stb. És ezek a célok magasabb rendűek, mint az eszközök, amelyek támogatják, eszközként támogatják ezeket az értékeket. Ugyanez van a pénzzel is egyébként, ahol a mi gondolkodásmódunkban a pénz az egy eszköz. Tehát még egyszer, a klasszikusok azt mondták, hogy a pénz jó, annyiban jó, amennyiben eszköz, és amennyiben a hasznos, az anyagi javakat is szolgálja. Tehát a szolgák szolgálja. Visszaszorítottuk a pénzt a szolgáló szerepbe, a legkisebb körbe, a legalsóbb részbe, de szükséges, tehát kell. Pénzzel nagyon sok jót lehet tenni. Nem tudunk pénz nélkül élni ebben a világban, mert a pénz az egy csereeszköz igazából, tehát nem tudjuk kiiktatni a pénzt, de ebben a szemléletben és ebben a szerepében. Ugye a másik paradigmában, a haszonközpontú paradigmában a pénz az mindent ural és végső cél, tehát az Isten helyébe lép, ő a mammon. A profitot is ugye így lehetne ábrázolni, hogy a haszonközpontú paradigmában cél és uralkodik, ebben a mi új gondolkodásmódunkban, ahol az embernek ez az értékrendje, amit bemutattam, ott eszköz és szolgál. Ezt megint csak alátámasztom, hogy nagyon sok más gondolkodó is ugyanerre a következtetésre eljut, nem kell keresztény legyen, nem kell hívő legyen, csak egyszerűen jó szándékú ember kell, hogy legyen. Cikkek, könyvek tömkelege jelenik meg arról, hogy a profit nem cél, hanem eszköz, és akkor lesz jó a gazdálkodás. Van egy mozgalom, egy Londonból kiindult mozgalom, aminek a tagja a Vodafone, az EasyJet, nagy multinacionális vállalatoknak egyes felső vezetői, és ez a mozgalom az egyház társadalmi tanításának a fogalmait tűzte cég a zászlajára, hogy ők a gazdasági gondolkodást így akarják megváltoztatni. Tehát, és itt van az emberi méltóságnak a fogalma, a közjónak a fogalma, a szolidaritásnak a fogalma, a kölcsönösségnek a fogalma. Tehát megint azt mutatja, hogy nem vagyunk egyedül a katolikus egyházban és azok a közgazdászok, akik így módon gondolkodnak, hanem a világban számos olyan üzletember, felelős vezető van, akik azt mondják, hogy ezek az egyházi fogalmak, az egyház társadalmi tanításának az alapelvei igenis széles körben alkalmazhatók és ajánlhatók az üzleti életben. Úgyhogy én azt az utolsó diám csak egy, hát saját magunkról szól, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy misszió, amit mi csinálunk, hogy ezeket az elveket elterjesszük és bátorítsuk az embereket, hogy igenis sokan vannak, akik már így gondolkodnak, és ez lenne a kulcsa az átalakulásnak, és ugye ez is volt
az előadásomnak a címe, hogy az átalakulás kulcsa. A keresztény társadalmi jelek a gazdaságban egy képzés a Szapiencián és a Corvinuson, és könyvekkel, konferenciákkal, média megjelenésekkel próbáljuk terjeszteni ezeket a gondolatokat, hogy hát kapcsolódjunk össze, mint ahogy a hálózatelmélet is mondja, hogy minél inkább egyformán gondolkozunk, annál jobban meg tudjuk változtatni a világot. Köszönöm szépen!